estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Érdemes lesz ma is velünk tartani, érdekes témákkal foglalkozunk. Fesztiválozunk, táborozunk, házat felújítunk, sőt még a lakástüzekről is szó lesz. Énekek tanulása, pánsíp készítése. Az andok és annak kultúrája van a középpontban a Velencén zajló dél-amerikai témájú táborban. A foglalkozások a Los Andinos zenekar közreműködésével zajlanak. Ez egy olyan tábor, amiben az andokkal foglalkozunk. Tehát ugye azt mondják, hogy Dél-Amerika. De Dél-Amerika azért nagyon nagy, tehát azon belül leszűkítve, mivel mi ketten a Los Andinos nevű együttesben zenélünk, és a andok zenével foglalkozunk, ezért hát a zene, énekek tanítása, pánsíp készítés, tehát ez a kultúrával kapcsolatban, hogy kicsit úgy terjesszük ezeknek az ismeretét, ez a mi részünk. Tehát vannak vetítések, különböző Ecuador, Peru, Bolívia országokról, és ezekkel kapcsolatos kultúrában, ezzel kapcsolatban mesék, játékok, táncok. Mi a tapasztalatuk? Mennyire vevők a gyerekek erre a tematikus táborra, ezekre a témákra? Néha egy picit álmosak, panaszkodnak, de általában azért teljesen jól bírják, és mind a délelőtti, mind a délutáni foglalkozásokat. És akkor este ugye, ha például daltanulunk, három turnusra vannak osztva, és akkor este pedig egyesülünk, és úgy énekeljük el, meg játsszuk el ezeket a dalokat, vagy játékokat. Fekete Berke Karina először van a táborban, de úgy tűnik nem utoljára. Ameddig csak tudok, fogok ide jönni, mert nekem nagyon megtetszett, szuper jó szubatársaim vannak, és nagyon színes programok vannak. Délelőttönként forgószínpadszerűen dolgoznak a gyerekek, tudtuk meg a tábor vezetőjétől, Leiner Csillától. Van zenés és kézműves foglalkozás is. Az első turnusban úgy gondoltuk, hogy Dél-Amerikával foglalkozunk, a Los Andinos együttes közreműködésével. Tárnok Ákos és Horváth Árpád van itt a zenekarból, akik segítik a munkánkat. Tematikus táborról van szó. Délelőttönként ilyen napi forgó színpadszerűen dolgoznak a gyerekek, van egy énekezzenés foglalkozás, van egy kézműves foglalkozás, ahol pánsipot készítettek, karkötőt készítettek, a pánsipot feldíszítették poncsóval, illetve dél-amerikai gyermekjátékokat játszanak, ez a délelőtti rész, és akkor ebéd csendes pihenő, és utána kétszer sikerült eddig lejutnunk a Velencei tóhoz, fürdenek a gyerekek, és este pedig közös programok vannak. Táncolunk, énekelünk, és zenélünk a zenekarral. Hány gyerek van itt körülbelül, és honnan érkeztek? Az első turnusban most 61 gyerekünk van, Székesfehérvárról érkeztek, a Székesfehérvári általános iskolából. Jól értem, hogy lesz még következő turnus, esetleg a nyár folyamán? Így van, még három turnus van. A második az Észak-Amerika, a harmadik hagyományőrző moldvai csángok érkeznek Nisztor Ilona vezetésével, csángó gyerekek, több éve jönnek ebbe a táborba, és a negyedik egy újítás, kollégáim kitalálták a varázsló tábort, úgy nézzük, hogy ennek van most a legnagyobb népszerűsége, sajnos betelt ez a turnus, illetve a második is betelt, még a harmadik turnusba lehetne esetleg, a csángóra lehet még jelentkezni. Ebbe a turnusba 61 fehérvári diák érkezett, még három tábor lesz a nyár folyamán. A másodikra hagyományőrző, moldvai csángók érkeznek majd, erre még lehet jelentkezni, a harmadik pedig a varázslásról szól majd. Két kezével szabad idejében újítja fel az egyik különleges öreghegyi házat tulajdonosa. Mutatjuk a részleteket.
Az egykor virágzó szőlőkultúrájú Örökhegyen ma is szerencsére sokan élnek olyanok, akik szívügyüknek érzik, hogy megőrizzék, gondozzák és használják is a présházakat. Azok, akik az elmúlt két évben a Mária-völgyi úton sétáltak, láthatták, egy romos állapotában is elragadó szépségű épület apránként újul meg, nyeri vissza régi fényét. Nem csak az különleges, ahogy Ódor László, az ingatlan tulajdonosa, az egészen apró részletekre is ügyelve próbálja visszaállítani az egykori állapotokat, de az még inkább, hogy mindezt saját kezüleg teszi. Itt Örökhegyen azt a jellegű házat nem lehet megtalálni. Én meg úgy döntöttem, hogy nem messze van a fiamnak a háza, mivel hogy korom véget elértem azt a kort, hogy ezt el tudom vállalni, és fel tudom újítani, és nem lesz szétdöntve, hanem fel lesz újítva. Mivel nekem megvan az államiratos könyvesvervizsgám, meg a szakmai tapasztalatom, és a környezetnek boldogságot adtam abból, hogy ezt a házat a Bozótban megmentem. És jelenleg is úgy állok, hogy minden nap ragasztok egy kicsit a bélyegre, és amennyit dolgozok, annyi fejlődés van. Napjainkban az Örökhegyen közel 200 olyan présház és még több pince van még lábon, amelyet részben vagy egészben eredeti funkciójában tartottak meg, és akad olyan is, amelyik új feladatot kapott. Sajnos néhányukból évek múlva egészen biztosan csak sítkupac marad, de szerencsére többségük most is présház feladatkörben égkőként színesíti az utcaképeket. Az Örökhegy történetéhez hozzátartozik, hogy a 19. század végén nagyon sok szép nyaraló volt, már a présházakat nyaralóvá fejlesztették, és ez az egyik legszebb az a kevés közül, ami megmaradt. És én hatalmas értéknek tartom, ez egykoron a Saj családnak a birtokában volt, és nem vonok le különösebb következtetéseket, csak úgy jelzem, hogy az a mintázat, az a pirogránit mintázat, amit az oronfalon van, pontosan ugyanaz megtalálható a Saj családnak a Vörösmarty téri házain is. Tehát ez egy érdekesség. Azon kívül ennek a háznak sokkal régebbi a története, pontosan nem sikerült még feltárni vagy megkutatni, de az én szememben, számomra ez nagyon kedves, tehát az én szememben ez az egyik legszebb régi, eredetileg présháznak később már nyaralóvá terebélyesedett épület, és azért tartom mintaértékűnek, ami itt most folyik, amit az Ódor László nevéhez köthető, mert ugyanakkor látni azt, hogy nagyon sokan vesznek az Örökhegyen telket, tulajdonképpen azon kívül, hogy megvették, azt se tudják, hogy hol laknak. Első dolgok, hogy a pincét betömik, a régi házat lebontják. Tehát jó lenne, hogyha az újonnan érkezőt egy kicsit nagyobb érzékenységgel próbálnának körülnézni a környéken, és ehhez mutat szép példát ez az épület. Ódor László közel két éve kezdte meg az épület felújítását, és ez idő alatt is látványos, az épület szempontjából pedig életmentő munkát végzett el. Ám a vége még messze van. Úgy tervezi, két év múlva már akár a környéken sétálókat, turistákat is vendégül láthatja a saját sparhelten készült harapnivalóval. Jelenleg is a háznak az állapotát hoztam helyre, a beázások véget, mert egy gyönyörű fafarugásos részet kezdtem el, amit megmentettem, belőle van spájzolva, kívül a háznak a stabilitását megoldottam, az alsó szerkezetnél a vízbefolyásokat mindent megoldottam, levakoltam a külső felületet, hogy a vályokfalak ne károsodjanak, minden rendben van. Most folytatom tovább a további munkámat, amennyi időm, meg kedvem van hozzá. Drasztikusan megnőtt a lakástüzek száma Magyarországon, ezért Székesfehérvár lakosságát látványos tűzvédelmi programmal készítenék fel a tragédiák elkerülése érdekében. Az első ilyen alkalom Palotavárosban volt. Egyetlen pohár víz az égő zsíradékra ekkora lánggal jár. Sose próbáljunk meg meggyulladt olajat vízzel eloltani. Többek között ez a jó tanács is elhangzott a Fehérvári Tűzoltók Egyesületének bemutatóján pénteken délután.
A mai tűzvédelmi bemutató során szeretnénk gyakorlati példával illusztrálni a lakásokban leginkább kialakuló leggyorsabb veszélyforrást a főzés közben, amikor meggyillad a zsiradék, és hogy abból mekkora baj is lehet egy kis tűzből. Milyek a legfontosabb lépések, amit egy tűz kialakulása után meg kell tennünk? Inkább azzal kezdem, hogy hogyan alakulhat ki leggyorsabban a tűz. Ugye egy három olyan tényező fontos hozzá, kell egy gyújtóforrás, ami lehet egy égő zsiradék, egy magas hőmérséklet, egy gyulladási hőmérséklet, és ehhez kell egy éghető anyag. Úgyhogy a lakásokban mindegyik tömegével rendelkezésünkre áll, úgyhogy nem is tudjuk nagyon, ha nem gondolunk bele, de nagyon sok veszélyes gyújtóforrás van a lakásokban. Gondolok én a telefontöltőkre, számítógép töltőkre, elektromos hálózat és hát a konyhai tűzesetek kiváltókára, a gáztűzhelyre magára. Nyilván azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy nem kérdés, hogy a magunk életét és a társunk családunk életét kell menteni, hogyha tüzet észlelünk, akkor ugye először is értesíteni kell a környezetünkben lévőket, értesíteni kell a tűzoltóságot. Amennyiben valaki úgy érzi, hogy képes lenne valamilyen tűzvédelmi eszközzel, porraloltóval, tűzoltótakaróval, bármivel eloltani a tüzet, akkor, és úgy érzi, hogy ezt meg tudja tenni, akkor megteheti, de legfontosabb, hogy biztonságban el kell hagyni ezt az érintett területet. Rengeteg módszer létezik a lakástüzek megelőzésére és megfékezésére. Pár ezer forintért beszerezhető mondjuk egy füstérzékelő, amit a lakásba felszerelünk, akkor akár már kis mennyiségű füst érzékelésekor is hangos, éles csipogó hangot ezzel figyelmezteti a lakókat. Nyilván ezzel tüzet oltani nem tudunk, de felhívja a figyelmet arra, hogy tűz keletkezett. Aztán ugye van az általános porralótókészülék, mindenki látott már ilyet. Nem kell megijedni, nem csak 6 és 12 kilós változatban, hanem 2-3-4 kilós változatban, és annak hölgyek is meg tudják könnyen emelni, és használata sem bonyult. Ezt ma meg fogjuk mutatni, hogy milyen egyszerű használni tűzoltókészeket. Illetve létezik egy úgynevezett tűzoltótakaró, ami 2 vagy 3 négyzetméter nagy. Tehát úgy kell elképzelni, mint egy nagy lepedőt, ami tűzálló, lángálló anyagból van, és ezzel le tudjuk takarni mondjuk az égő zsiradékot a lábasban. A tűzoltó takaró az nem más, mint egy lángáló, égésálló anyagból készült, mondjuk úgy terítő, amit a kollégám most a bal oldalon lévő kollégám megmutatja, hogy a táskájából kivehető, amelyiken falra szerelhető, és megmutatjuk a tűzoltó takarónak a használatát. Egész egyszerűen letakarjuk a tüzet, és ezzel is meg tudtuk szüntetni. Ha a tűz nagyjá nőtt, elsőként a házban vagy lakásban tartózkodók testi épségét kell biztosítani, majd utána hívni a tűzoltókat. A diszpécser a vonal túlsó végén kérdéseket tesz fel, többek között a tűz keletkezésének okáról, a pontos helyszínről. A legfontosabb, hogy higgadtan és együttműködve válaszoljuk meg az összes kérdést, hisz hatalmas segítség a kiérkező tűzoltóknak, hogyha az eset teljes ismeretében kezdhetik meg az oltási munkálatokat. Ezután csak is abban az esetben, ha nem kockáztatjuk saját testi épségünket, megpróbálkozhatunk a tűz megfékezésével vagy kordában tartásával. Fontos, hogy ha a tüzet sikerült is megfékezni, akkor is hívjuk a katasztrófa védelmet, hogy átvizsgálhassák a helyszínt, és esetleg el nem oltott vagy rejtett tüzeket is fel tudják térképezni. Egy ilyen sűrűn lakott lakó házakban, tehát itt, hogyha valamelyik lakásban baj van, akkor nem egy lakásban van baj, hanem akár 30-40 lakásban is. De nagyon fontos, hogy az ott élők tisztában legyenek azokkal a dolgokkal, hogy hogyan alakulhat ki egy tűz, akár egy bedugva felejtett telefontöltő kapcsán, és hogyha ez kialakult, akkor ezt hogyan tudják minél gyorsabban megakadályozni, hogy tovább terjedjen, illetve azokat az intézkedéseket, cselekvéseket elkövetni, megtenni, amelyek szükségesek ahhoz, hogy saját és embertársaik vagyon és életét mentsék. Én nagyon örülök neki, hogy a Fehérvári Tűzoltó Egyesület ennek a dolognak az élére állt, hiszen jó magam is a Fejér megyei Tűzmegelőző Bizottságnak tagja vagyok, és mindig láttam, hogy küzdöttünk azzal, hogy a közvetlenül hogy tudjuk a lakosságot elérni. Én ezzel kapcsolatos tapasztalataimat próbálom itt átadni Palotavárosba. Ők adják hozzá a szakmaiságot, tehát hogy hogyan kell tűzbiztonságban élni, hogy ne legyenek tűz által elkövetett károk. És ez a két dolog szerintem jól egymásra talál, ahogy nézhetjük, elég sok érdeklődőt meg tudtunk szólítani, és reményeink szerint fel tudjuk rá hívni a figyelmet, hogy valóban amikor baj van, akkor ne pánikba essenek, hanem azokat a jól végig gondolt, betanult feladatokat végrehajtsák, amelyek segítik a mentést és a túlélést. A műsor után a közönség is megpróbálkozhatott a tűzoltással. Sokan kipróbálták, milyen is lehet a lánglovagok munkája. Urbán Dániel könnyen eloltotta a lángokat, de mint fogalmazott, éles helyzetben sokkal nehezebb dolguk van az egyenruhásoknak. Nem lehet így leírni, mert át kell élni. Beletölteni valami tűzelőanyagot. Mondjuk egy konkrét tűznél biztos, hogy izgalmasabb lett volna.
jól tudjuk használni. Megfontolja ezek után, hogy otthonra is vegyen egyet? Hát az biztos, meg a kocsiba is. Az egyesület tervei között szerepel, hogy a jövőben minden városrészben látogatnak a bemutatóval. Szeretnénk eljutni minél több emberhez. Úgy gondoltuk, hogy leginkább a társasházak vannak olyan szempontból veszélyes, szerint, hogy egyszerre sok ember érintett lehet a bajban, és ugye sok lakás van. Székesfehérvárnak ez egy sűrűnen általában lakásokkal lakott része, de szeretnénk eljutni más városrészekbe, úgyhogy önkormányzati képviselőkkel veszük fel a kapcsolatot, hogy az ő területeken segítség ezt a lehetőséget, hogy ezt a tűzmegőrzési programot elviessük a fehérvári lakosok számára. Az 50 évvel ezelőtti Woodstock fesztiválra emlékeztek a Paksi Gastro Blues egyhetes programján fellépő együttesek, vasárnap pedig egy jótékonysági főzőverseny keretében fakanalat is ragadtak a zenészek. Reggel kezdődtek a koncertek vasárnap a Paksi Gastro Blues Fesztiválon. Az egyhetes programsorozat egészében az 50 évvel ezelőtti legendás fesztivál előtt tiszteleg, és stílszerűen a záró napot is Woodstock pikniknek keresztelték a szervezők. Minden fellépő hozott magával olyan számot, amely egykor a fesztiválon elhangzott. Több együttes hajlandó volt fakanalat is ragadni a jótékonysági főzőversenyen, így tett Pleszkán Écska is, aki egyik kedvenc új ételét készítette el, amolyan blúzos, szabadtéri változatban. Egy perzsa báránybörköltet készítünk most, ami aszalt sárga barackkal és tokai borral készül, úgyhogy ez az én egyik kedvenc receptem, általában a fiúk pillanatok alatt el szokták tüntetni, úgyhogy remélem, hogy itt a fesztivál vendégserege is majd így lesz vele. És azért fellépésre is készültök. Milyen műsort hoztatok a mai fellépésre, és ti hogyan csatlakoztok a Woodstocki Fesztivál megidézéséhez? Alapvetően azt elmondhatom, hogy mi nagyon szeretjük ezt a világot, a Woodstocki fellépőket, ezt az egész zenei világot, mi ebben mozgunk alapvetően. Tehát egy nagyon-nagyon jó alkalom ez most a számunkra, hogy most pont egy ilyen évforduló van. Úgyhogy ennek kapcsán le is csaptunk a Janis Joplin és Joe Cocker dalokra. Mi a kötődés? Hogyan lett éppen a blues, mint műfaj választás, vagy mióta foglalkoztat téged ez a téma a zenében? Én azt gondolom, hogy alapvetően a könnyű zenében, aki akár mindegy, hogy a rock vonalon vagy egy soul vonalon bárhol elindul, a blues az igazából a gyökere ezeknek a műfajoknak. Tehát azt gondolom, hogy nem is nagyon lehet megkerülni ezt a stílust, ezt a műfajt, úgyhogy nyilván ez így alapvetően a mi zenénket is meghatározza, a saját dalainkat is, illetve az egész zenei világot, amiben mozgunk itt. Öt színpadon 50 fellépő fémjellezte idén a fesztivált, az egykor Woodstockot megjárt nagy öregekre különösen büszkék a szervezők. Megjelent például Eric Gales is, aki Amerikából érkezett, és idén egy nagy neves blues díjat kapott meg. Aztán itt volt Little G-Vivil, egy jamaikából származó énekessel, úgyhogy ez is egy érdekes program volt, de Woodstocki fesztiválon fellépő két formáció is megjelent, a Ten Years After, illetve a Miller Anderson, úgyhogy így autentikus rá is vár. Mindenki saját számokat is játszik, illetve azokat a számokat újrafogalmazva, amik ott nyilván 50 évvel ezelőtt azért máshogy hangzottak, de itt egy kicsit újra feldolgozva megjelennek. Például a mai napon is itt lesz Tátrai Tibor és a Magyar Atom, ők Jimi Hendrix számokat fognak játszani, de teljesen saját egyéni feldolgozás. Sütött a nap, főtt az étel, kinyitották standjaikat a borbarátok, és mindenek előtt szólt a zene egészen hajnalig. Így zárult vasárnap a Woodstockot megidéző 27. Gastro Blues Fesztivál. Elkezdődött Dunajvárosban a rockmaraton, Buzás Gábor kollégánk pedig ellátogatott a fesztivál 0. napjára. Halljuk áttérből, hogy megy már a rockzene, zajlik a 29. rockmaraton Dunajvárosban.
A főszervezőt, Varga Csajkár Zoltánt kérdezem, hogy mitől ilyen jó a hangulat évről évre? Hát azt gondolom, hogy ez egy igazán különleges hangulatú fesztivál, ugyanis tudni kell, hogy Magyarországon ez az egyetlen tisztá rock metal zenei fesztivál. Mi kifejezetten egy szűk szubkultúrának szerveztük ezt a rendezvényt, és hát kicsit meg is vagyunk lepődve azon, hogy végül ilyen nagyra nőtte ki magát. Mekkora ez a szubkultúra? Hányan jönnek mondjuk a legforgalmasabb napon? Hát az idei évben bátran állíthatom, hogy a legnépszerűbb, meg a leglátogatottabb rockmaratonunk lesz, ami akár a hétvégén teltházzal is záródhat. Ez napi 7000 ember fog jelenteni a hétvége, a péntek-szombati napokon. Nem sok jegy van már, ugye? Úgy láttam. Igen, hát elég durván fognak a jegyeink, ezért kérjük is mindenkit, hogy próbálják meg még elővételben megvásárolni. Nem szeretnénk senkinek se csalódást okozni azzal, hogy lemarad róla és a helyszínen értesül, hogy nem tud venni. Ha esetleg elérjük a limitet és korlátoznunk kell a jegyértékesítést, akkor azt úgyis meghirdetjük minden felületünkön. Hányan alszanak itt az ide látogatók közül? Hát ez nagyon nehéz megítélni, de maga a sátor táborunk, tehát maga a kemping területünk telik be leginkább. Azt mondanám, hogy nagyjából a fele, a kétharmada a közönségnek, aki itt alszik stabilan. Amúgy egyébként ez a helyszín, a Szalki-sziget, ahol 5. éve vagyunk, ez egy különleges jubileum is az idei év, hogy Dunaújvárosban az 5. évünket töltjük. Ez a helyszín egy egészen különleges hangulatú helyszín, a Szalki-sziget, egy igazi kemping, ami már évtizedek óta megvan. Az angol WC-től a vezetékes vízen át, a sík területig, árnyékos kempingig minden adott arra, hogy az ember itt akár egy teljes hetet eltöltsön. És hát ahogy látszik is a mai napból, még csak a 0. napon vagyunk, programunk még szinte semmi, de több ezer ember itt van már most. Ha már mondtad az angol WC-t, külföldiek is jönnek, érdeklődők, vagy csak magyarok, de gondolom jönnek külföldről is. Meglepő módon egyre több a külföldi érdeklődünk, azért ezt tudni kell, hogy Magyarországon még mindig néha kicsit úgy tekintünk erre a rockzenére, mintha ez valami egészen fura dolog lenne, pedig aztán más országokban számtalan ennél sokkal radikálisabb, sokkal szubkulturálisabb fesztivál is van, és nagyon népszerűek. Nyugat-európaiak eleve szeretnek egyébként eljönni hozzánk, és a rockmaraton azt gondolom, hogy egy olyan zenei világot kínál nekik is, ami vonzó tud lenni. Egyébként főleg a környező országokból jönnek, a történelmi Magyarország területéről számtalan határon túli magyar jön, és a környező országokból az ő társaságaik, barátaik, de egyre többen egyébként németek, osztrákok is jelen vannak. Oroszországban, Lengyelországban meglepően sokan jönnek hozzánk. Említetted a zenei kínálatot, akkor beszéljünk a lényegről is. Kik a legnagyobb és a legfontosabb szereplők? Hát összesen 160 banda játszik 4 színpadon, ugye 5 teljes napon keresztül. Ebből a 160 bandából 37 külföldi zenekarunk van. A magyar zenekarokat nem akarnám kiemelni, hiszen ennek a szubkultúrának, a rock metal világnak a legjobb bandáit próbáljuk meghívni, és nem szeretnék kiadni senkit. A külföldi zenekarokból aztán tényleg az Egyesült Államoktól Oroszországig számtalan helyről érkeznek. Talán a legjelentősebb föllépünk az a legendás és tragikus sorsú Pantera zenekarnak az énekese, akik egyetlen egyszer játszottak Magyarországon a 90-es években, és a feloszlásuk után most újra az énekesük egy exkluzív Pantera show-val fog készülni. De szintén világhírű Paradise Lost vagy Exploited, a Napalm Death, a Sepultura énekesének produkciója szintén itt lesz. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy nemzetközi színvonalú metal fesztivált sikerült megszerveznünk, és örülünk, hogy ennyire nagyra az érdeklődés. Neked van kedvenc fellépőd? Hú, ez nagyon nehéz kérdés. Mindig azt mondom, hogy nem szabad a saját zenei ízlés szerint választani, de persze számtalan zenekar érdekel, sokat meg is fogok nézni. Én inkább a lassabb, borongosabb zenéket szeretem, arra nem buliznának ennyit, úgyhogy ezért nem vehetem mindig figyelembe a zenei világomat, de azért kiérződik valamennyire, főleg a keményebb metal vonalakból. Amikor az ember épp nem metal zenét akar hallgatni, vagy rock zenét, akkor mit tud itt csinálni, milyen más foglalatosságok vannak? Hát az első színpadunk már délután 1-kor elkezdődik, de a zenei program mellett folyamatosan mondjuk, hogy nem zenei vagy off programjaink vannak, ami egy teljesen külön helyszínen kerül megvalósítást, ezt mi úgy is hívjuk, hogy off-rock tanya. Itt aztán számtalan dolgot lehet csinálni a délelőtti unott órákban, a társasjátékozástól elkezdve a középkori hagyományőrző bemutatókon való részvételig, illetve az idei évben igazi különlegesség az, hogy rendes, hivatalos esküvőink is lesznek. A csütörtök, péntek és szombati napon anyakönyvvezető előtt fogják kimondani az ifjú párok a boldogító igent. És lehet majd hallani a zenétől? Nem fog még akkor ez a zene szólni. Délben lesznek a szertartások, egyébként nyilvánosak, tehát nem csak a fesztivál érdeklődői vehetnek rajta részt. Örülünk neki, hogy ilyen
életre szóló élményeket tudunk okozni a vendégeinknek. Ezek a házasulandók például mind itt ismerkedtek meg nálunk. Lényegében mondhatnánk, hogy majd ha egyszer gyermekeik születnek, azok az első igazi rockmaraton bébik lesznek. Nyilván nem te vagy egy átlagos szereplő, de neked meddig tart egy nap? Mikor végzel? Este, éjszaka, reggel? Hát én nem vagyok átlagos szereplő ebben a tekintetben, mert nekem ez a 6 napos fesztivál 14 nap, tehát mi 14 napon keresztül lakunk itt lenne a stábunkkal. És általában ezek a napok azért hosszúak, tehát hogy ilyen 12-16 órát vagyunk fönt és próbálunk dolgozni. A nyitás utáni első pár nap az mindig nagyon terhelő, most is például csak pár órányi alvásokkal vagyok túl az elmúlt napokban, és utána folyamatosan egyre könnyebb lesz. A hétvégén már én is biztos kicsit megpróbálok kikapcsolódni. Akkor jó pihenés neked, amikor majd véget ér a fesztivál, a maraton, a kedves ide látogatóknak meg jó bulizást kívánok, lesz mire! Kedves nézőnk, ez volt már az Együtt magazin. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak velünk továbbra is, viszontlátásra!